Na, szerusztok székek! Na, szerusztok magyarok és magyarul beszélők! Egy kicsit politizálnunk kell. Miről is? Hát az ukrán-orosz háborúról. Nem tudom, hallottátok-e, hogy ugye egy lengyelországi településre repült át egy bomba, ahol meghalt két ember. És hát ugye találgattak, hogy most akkor kilőtt az ukrán vagy az orosz. Végül a lengyelek azt vallották, hogy az ukránoktól tévedt el ez a rakéta, vagy bomba, vagy minek nevezzük. Az érdekessége az, hogy hát ennyire érzékenyek a határok, és bármelyik percen ugye ezek okozhatják azt, hogy háború induljon, vagy törjön ki. Ezért egy picit ilyen nehéz helyzetben vagyunk, és azt hiszem, hogy ezen át kell, tehát gondolkodni kell azon, hogy ez milyen könnyen eleszkalálódhat, és milyen könnyen háborúba sodorhat. Persze ugye ilyenkor mindig vannak a én nem csináltam, nem láttam semmit, de innen látszik nagyon az, hogy mocskos ez a háború nagyon. Tehát már az emberek nagyon ki vannak ravaszodva, nagyon sok információ megosztható, tehát nem tankönyvökből tanulható, vagy idősebbek átadhatják, hanem le van írva, megvan a lehetőség rá, hogy meglegyen ez az emberek számára. És hát igen, rosszat tenni a legkönnyebb, jót tenni nehéz, amire megveregetik a válladot. Rosszat mindenki tud tenni, én is, te is, más is, nagyon könnyen. Jót nehéz tenni, amire azt mondják, hogy wow. Na, ez volt a Big Fish csatorna. Én is azt hiszem, hogy igaz, hogy két, most nagyon érdekes, ha nem az orosz lőtte, hanem az ukrán, és megölt két lengyelt, akkor megírta a lengyeleknek átengedni az országukon a fegyvereket, amit elvittek orosz, tehát Ukrajnába, Németországon keresztül, ugye? Lengyelországon keresztül. Na, ezen kellene elgondolkodni. Ez van. Ez volt a Big Fish csatorna, ha tetszik, akkor nyomj egy lájkot, ha nem, oszd meg, szorozd meg, amit akarsz, azt csinálsz. Szerusztok, majd találkozunk egy következő videóba. Egyébként gondolkozott sokat az agyam, hogy mit mondjak tovább, de inkább iratkozz fel a csatornára, majd beszélünk egyszer erről többet is. Mikor sok idő lesz? Na, sziasztok!